könnyebb a közlekedés, új kerékpárutat adtak át Szabadkígyóson. Korcsolyák bűveletében jeges nyílt napot rendeznek a csabai farkasok. Diákolimpia. A legjobb felsősök és középiskolások mérték összetudásukat. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják. Letért az útról, majd árokba hajtott egy autós pénteken kora reggel a 47-es számú főúton Kamutnál. A személy gépjárműben hárman utaztak, mindannyian megsérültek. A zöld színű autó Mezőberény felől tartott Békés Csaba felé, amikor egyelőre tisztázatlan körülmények között letért az útról, majd az árokba csapódott. A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja. Munkatársaik arra kérik a forgalomban résztvevőket, hogy az időjárási viszonyoknak megfelelően közlekedjenek. Január 27-én ismét megérkezett a hó Békés vármegyébe, ahol a napokban ezzel együtt a januárra jellemző klasszikus téli időre számíthatunk. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint régiónkban szombaton ismét havazni fog, de vegyes halmazállapotú csapadék a következő héten is eshet. A mínuszok miatt az autóval közlekedőknek a jegesedő utakkal is meg kell küzdeniük, így érdemes a szokásosnál is körültekintőbben bekapcsolódni a forgalomba, különösen a reggeli órákban. A Békés megyei központi kórház tagkórházaiban, valamint az orosházi Dr. László Elek kórházban január 30-tól teljes körű látogatási tilalmat rendeltek el az influenza járvány miatt. A látogatási tilalom alól kivételt képeznek azok, akik írásos igazolással vagy védőoltási könyvvel tanúsítják, hogy legalább 2 hete felvették az influenza elleni védőoltást. A szülészeti osztályon az a hozzátartozó lehet jelen a szülésnél, akinek nincs felső légúti panasza és védőfelszerelést visel. A portákon leadott csomagokat a kórház munkatársai juttatják el a betegeknek. Könnyebbé válik a közlekedés a helyiek számára annak a kerékpáros beruházásnak köszönhetően, melyet csütörtökön adtak át Szabadkígyóson. A fejlesztés épp úgy érintette a belterületi részeket, mint a külterületi utakat, ezáltal többek között megújult az Újkígyós felé vezető kerékpárút is. A Wenckheim kastély mellett Szabadkígyós két másik ikonikus látnivalója, a Diadalív, valamint a Szent Anna kápolna. Utóbbiakat eddig nem lehetett kerékpárral biztonságosan megközelíteni. Egy 580 millió forint értékű Európai Uniós pályázat részeként azonban mostantól ez lehetségessé vált, hiszen csütörtökön adták át azt az új kerékpárút szakaszt, amely a történelmi épületekhez vezet. A projekt mindazonáltal tartalmazta a település belterületi kerékpárútjainak, valamint az Újkígyós felé vezető kerékpárút felújítását is. Mint kiderült, a fejlesztésnek nem csak kerékpáros, hanem más turisztikai vonatkozása is van. 3 helyszín van itt még a Majorban, ami felújításra került, egy postaház fog működni, egy helytörténeti kiállítóterem, illetve egy kocsi múzeum és a Kígyósi puszta bemutatását segítő múzeum kávézóval kialakítva, úgyhogy tényleg nagyon sokrétű látványosság lesz, ami majd itt fogadni tudja a turistákat. A Békés Vármegyei Önkormányzat elnöke beszédében hangsúlyozta, nagy siker volt, hogy a kastélyfejlesztésnek köszönhetően új források nyílhattak meg a helyi turizmus fellendítésére. Olyan fejlesztést, egy állami kiemelt fejlesztést tud segíteni ez a turisztikai beruházás, amely ugye kerékpárutat és különböző múzeumokat és parkolót tartalmaz, amelynek a pozitív hatását a település életére és a vármegye életére is, ezt meg tudja sokszorozni is akár. A térség országgyűlési képviselője arról beszélt, túl azon, hogy egy turisztikailag is kiemelkedő pályázati beruházásról van szó, érdemes megemlíteni a helyiek mindennapi életére gyakorolt hatását is. Újkígyós és Szabadkígyós között már nagyon rossz állapotban volt a kerékpárút. Én magam is többször tekertem erre, tényleg kritikánul volt a minősége, és most Újkígyóstól egészen idáig a Diadalívig vagy új, vagy megújult kerékpárúton tekerhetünk, és a mindennapi életvitel szempontjából ez igen fontos, akár iskolába jár valaki, akár dolgozni jár.
Az új kerékpárút szakaszt Balogh József polgármester jelenlétében szalagátvágással adták át hivatalosan a forgalomnak. A Lencsési Közösségi Ház ismét kulturális programmal készült az érdeklődőknek. A Petőfi 200 című kiállítást csütörtökön nyitották meg az intézmény aulájában. A Kemény Gitárklub a Füstbe ment terv című előadásával kezdődött a csütörtöki tárlat megnyitó. Ismersz-e még? Ó, ismerd meg, fiad! Rég volt, igaz? Midőn ejegenyék árnyékában utószor pihenék. A rendezvényen verssel működött közre Farkas Zoltánné, aki a Hazámban című költeményt szavalta el. A nyugalmazott pedagógus tagja a Természetjáró Klubnak, amellyel tavaly decemberben Kiskőrösre és Kiskunfélegyházára látogattak, hogy jobban megismerjék Petőfi életét. Ott is láttuk, hogy végig vezették Petőfinek évek szerint megírt verseit, meg hogy hol írta ezeket a verseket, és ezt elég fiatalon, már 19 éves korában írta 1842-ben a Hazámban című verset, ami nekem is nagyon tetszetős, és ezért választottam. Petőfi Sándor az 1848-49-es forradalom és szabadságharc meghatározó alakja, 200 éve született. A Lencsési Közösségi Ház a kerek évforduló apropójából egy rendezvénysorozatot indított, melynek a harmadik állomása a Petőfi kiállítás. A tárlat a költő életének egyes állomásait szemlélteti. Mert példakép. A magyar és egyetemes irodalom egyik legnagyobb alakjáról beszélünk. Petőfi Sándor közel 1000 verset írt meg, mindössze 26 évesen. Ezért is meg kell, szerintem kötelezően legalább emlékezni róla, ezentúl pedig hát a magyar történet meghatározó alakja volt. A tárlaton a képek mellett egy minimál szobor is látható a költőről, valamint egy eredeti 1847-es kiadvány Petőfitől, melyet a mezőberényi Orlai Petrics Soma Kulturális Központ muzeális gyűjteménye adott kölcsön a kiállítás idejére. A megnyitó végén a Kemény Gitárklub a nemzeti dalt adta elő, melyet közösen énekeltek el a kiállításra érkezőkkel. Rabok legyünk, vagy szabadok, ez a kérdés, válaszol. A Csabai Farkasok Jégkorong Egyesület, a Csabai Rendezvény Szervező Kft. És a Magyar Jégkorong Szövetség közösen szervezi meg a szombati jeges nyílt napot a Csabai Rendezvény Pajtában. Az eseményt azzal a céllal hívták életre, hogy megismertessék a régióval a jeges sportágakat. A legkisebbek játékkal és ügyességi feladatokkal készülnek a szombati nyílt napra. A 7 éve Békés Csabán működő jégkorong sportágat egyre többen választják a megyeszékhelyen. A hétvégi nyílt nap arra ad lehetőséget, hogy azok is jégen korcsolyázzanak, akik kevésbé ismerik ezt a mozgásformát, és kipróbálják a különböző sportokat. Hát én azért is nagyon szeretem a jégkorongot, mert hát nem egy ilyen szokványos női sport, hanem egy kicsit ilyen különlegesebb, főleg nekem. És nem tudom, jó a közösség, hát egyszerűen így megtetszett, így felajánlották, és így nem tudom, megtetszett az egész. A szombati rendezvényen a jeges programok, bemutatók mellett lehetőség lesz sorversenyekre, kapuralövésre és közönségkorcsolyázásra is. Egy bemutató tanórával fog kezdődni az egész nyílt nap, ami a mi saját kori iskolánk tanítványai fognak részt venni, majd a Debreceni Jégkarc Egyesületnek a jégtáncosai fognak egy nagyon szép, gyönyörű előadást bemutatni itt a jégen. Utána pedig a legkisebb jégkorongosaink fognak bemutatkozni. Két bemutató mérkőzést fognak játszani, majd a legnagyobb korcsoportunk a Deac ellen fog, a Deac éles csapata ellen fog játszani ugyancsak egy bemutató mérkőzést.
A mérkőzéseken nem az eredményen lesz a hangsúly, hanem azon, hogy bemutassák, milyen magas színvonalon lehet képviselni a sportágat. Az est fénypontja egy nemzetközi felnőtt jégkorong mérkőzés lesz, amelyen a Csabai Farkasok Warrior Legends gárdája a Csíkszereda Black Raven csapatával küzd meg. A rendezvény szombaton 1 órakor kezdődik a Csabai rendezvénypajtában. A belépés díjtalan. 7 szünet után ismét tétmérkőzést játszik a Békés Csaba 1912 előre a férfi labdarúgó NB2-ben. A másodosztály tavaszi szezonjának vasárnapi nyitányán Brulás Gábor együttese a 13. helyezett Kazinc Barcika otthonában lép pályára. A Békés Csaba 1912 előre az NB2 2022-23-as kiírásának első felét a kieső zónában a 19. helyen zárta, miután december 11-én 1-0-ás vereséget szenvedett a második helyezett Pécs otthonában. A csabai labdarúgók december végén kezdték meg a felkészülésüket a bajnoki folytatásra, a 4 hetes alapozást követően pedig az a céljuk, hogy javítsanak a tabellán elfoglalt helyükön. Ez egy extrém rövid felkészülési időszak volt. Igazából a tervezett munkát azt szinte maradéktalanul elvégeztük, viszont sajnos sérülés miatt több játékosunk hagyott ki edzéseket, sőt van, aki csak a héten csatlakozott hozzánk. Úgyhogy nyilván ez megnehezítette a dolgunkat, az időjárási körülmények is, szinte végig műfőn tudtunk csak készülni a rengeteg csapadék miatt. De amit terveztünk munkát, azt elvégeztük ennek ellenére. Tulajdonképpen szerintem jó állapotban várják a srácok a rajtot. A másodosztály 21. fordulójában az utolsó előtti helyen álló Békés Csaba a 13. pozíciót elfoglaló Kazinc Barcika otthonába látogat. A két együttes legutóbb a másodosztály második fordulójában találkozott egymással. Az augusztusi összecsapáson ugyan a Kazinc Barcika 1-0-ás előnyben volt, de a Békés Csaba végül fordítani tudott és 6-1-es sikert aratott. Abszolút az lenne a fontos, hogy jól induljunk, mert ez is egy rajt, a tavaszi szezon is egy rajt, ugyanúgy, mint ahogy nyárból az őszi. Szóval bízom benne, hogy nyerünk. Itt idehaza megtévesztő eredmény, mert nyilván ennyi gól nincs a két csapat között. Itt nyerni tudtunk, bízom benne, hogy ott is tudunk nyerni. Az biztos, hogy sokkal nehezebb dolgunk lesz, mint az előző meccsen. A Kazinc Barcika Békés Csaba 1912 előre másodosztályú labdarúgó mérkőzés vasárnap 13 órától kezdődik a Color City arénában. Békés Csabán rendezték meg a megyei diákolimpia döntőit torna sportágban. A Békés Megyei Diáksport Egyesület szervezésében életre hívott eseményen az általános iskolák felsősei, illetve a középiskolások mutatták be gyakorlataikat. Csütörtökön déltől rendezték meg a Rácz Lukács tornacsarnokban az általános iskola felső tagozatába járó diákok és a középiskolások megyei diákolimpia döntőjét. A versenyen résztvevő csapatoknak talaj, ugrás és gerenda gyakorlatokat kellett bemutatniuk a zsűri számára, amely egyénileg és csapatszinten is pontozta a produkciókat. Készültünk talajjal, ugrással és gerendával is. Én úgy érzem, hogy talajon tudunk a legerősebbek lenni, mivel ott a művészi hatás, szerintem azt nagyon szépen meg tudjuk csinálni. Zsilinszky Tünde szervező örömét fejezte ki amiatt, hogy egyre népszerűbb a megyében a tornasport, amely a versenyzők számából is szemmel látható. Kiemelte, csütörtökön 13 csapat mérte összetudását. Jelenleg annyira kiszélesedett a diákolimpia, hogy 2 napon keresztül kellett, hogy megrendezzük ezt a versenyt. 2 nappal ezelőtt Gyuma Endrőd adott otthont ennek a versenynek, akkor az alsósok vettek részt a versenyen, 1-es és 2-es korcsoportban, ott 25 csapat vett részt. Itt pedig a Rácz Lukács tornacsarnokban a általános iskola felső korosztálya, a 3-as, 4-es korcsoport és a középiskolások fognak részt venni. A versenykiírás szerint a megyei döntőből az első 3 helyezett csapat, valamint egyéniben a dobogon végző versenyzők jutottak tovább az országos elődöntőbe. Híradónkat látták, további híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behír.hu oldalon.
Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!